Akkor először egy bemutatkozást kérek tőled. Szűcs Anita vagyok. Mikás Nuca. Ó, akkor te voltál a egyik utolsó góllövő, ha jól láttam. Igen. Én voltam, igen. A Hugi passzolta. Egy bravúros mérkőzésen vagyunk túl. Gratulálok nektek. Elég szoros volt az eredmény, és komoly küzdelem volt a dunaújvárosi Angels-szel, de végül ti a sportországi cápák. 11. 10-6 lett a vége. Hát 10-6 lett. 10-6 lett a vége. 10-6-os győzelemmel zártátok ezt a mérkőzést. Elégedettek vagytok? Hát reméltem, hogy nyerünk. Szerintem igen. Én legalábbis elégedett vagyok. Ezért a végére egy nagyot szépítettél. Köszönöm. Hát én tudtam, hogy nehéz meccs lesz, de nem számítottam arra, hogy ennyire kemény lesz. Már a múltkor egy 16-1-es nyerességgel zártunk, ami hát sokkal nagyobb volt a különbség, mint ez a 10-6, nem tudom pontosan. És még hát én bevallom őszintén, könnyebb meccsre számítottam. Ez mi múlik? Hát nyilván az ellenfél csapaton is múlik, hogy mitől lesz ilyen szoros az eredmény. Hát attól is múlhat, hogy hogy játszunk, hogy mennyire koncentrálunk, fejben mennyire vagyunk ott, és mennyire vagyunk összeszedettek. Én szeretném megdicsérni a csapat a társaimat, akik anyukák és család mellett csinálják ezt a sportot, és nagyon sokan, hogy most is volt pár hiányzó játékosunk, gondolom a család, meg a munka és a család miatt nem tudott itt lenni, és ezért így most szűkösebben álltunk ki, mint ahogy szoktunk. De most is voltak anyukák, akik nagyon keményen is jól nyomták a játékot, és nekik is szeretném megköszönni, hogy így nyerhettünk, és hogy ők is velünk vannak. Igen, hát nagyon keményen is jól nyomtál, tehát azért mondom, hogy ez egy szoros eredmény, de cseppet sincs okotok a szégyenkezésre. Hát szerintem büszkék lehetünk, mert tényleg nagyon nehéz meccs volt, szerintem mindent megtettük, hogy nyerjünk. Ennél jobbat nem is lehetett volna kihozni talán. Hát maximum a kapott gólok számát redukálhattuk volna, de így is szép volt szerintem. Gratulálok nektek, mindjárt majd Krisztián hozzáteszi a magáét, hogy ő mint edző hogyan látja, hogy lehetett volna még ennél jobb, hiszen edzőnek soha semmi nem elég, de én minden esetre gratulálok nektek. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Köszi szépen. Köszi, sziasztok.